A mai napon folytatjuk az ószövetségi sorozatunkat, ezt a bizonyos Emmaus 12 sorozatot, amit már olyan jól ismertek, és visszatérünk a pusztában vándorló zsidó néphez, akik még mindig, igen, a pusztában vándorolnak szegények. Valamikor a sorozatban, talán így tavasszal tartottunk ott, hogy ez a nép kijött Egyiptomból, ez még valamikor az első Covid hullám idején volt, nem tudom, mennyire emlékeztek. Mondjuk ez elég durva, hogy így a COVID hullámokban szabjuk már az időt, és az első COVID hullám idején mi történt, a második COVID hullám idején, vagy hogyha valamikor visszaemlékezünk erre az időszakra, akkor már csak úgy emlékezünk, hogy az Úrnak a COVID esztendejében ez is ez történt, ugye? Na mindegy, szóval valamikor tavasszal tartottunk ott, hogy kiszabadult ez a nép Egyiptomból, és ők bizony szorgalmasan vándorolnak azóta is a sivatagban, a pusztában. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én már nagyon szurkolok nekik, hogy megérkezzenek. Már szegények, mert annyira régóta benne vannak ebbe a vándorlásban. Talán valakinek így is soknak tűnik, ugye, hogy tavasz óta ez, ők itt folyamatosan non-stop vándorolnak. Pedig ők valójában évtizedekig voltak a pusztában. És na nem, mintha nem lett volna gyorsabb út, vagy nem lehetett volna gyorsabban odaérni, vagy nem azért, mert eltévedtek, és szegények nem találták az utat, hanem a hitetlenségük miatt. Azért, mert magukra, a gyengeségeikre, a félelmeikre néztek az ígéret földjének a kapujában, és nem Istenre néztek, és nem bíztak az ő ígéretében. És ezért büntetésként, tehát ahány napba telt a kémeknek az útja, akik feltérképezték az ígéret földjét, ez 40 napba telt, Isten azt mondta, hogy ezért 40 évig fogtok a pusztában vándorolni és bolyongani. Tehát ők egészen pontosan 40 évet töltöttek itt. De van egy jó hírem, ebből a 40-ből 38 év már eltelt, tehát már látjuk az alagút végét. Eltelt 38 év, és ők egyre közelednek, és egyre közelebb kerülnek ténylegesen a várva várt ígéret földjéhez. És most kezd az útjuk izgalmas lenni, ugyanis amint egyre közeledtek, A környező népek nyilván nem nézték jó szemmel, hogy itt egy durván 2 milliós nép ilyen honfoglalási szándékkal sétafikál az ő területeiken. És először azt olvassuk a Bibliában, hogy a dél-kánaáni Arád királya, nem összekeverni a romániai Arad királyával, tehát ez a dél-kánaáni Arád népe, tehát Arád királya támadta meg őket, később az emóriak, pedig csak a földjükön át akartak minden probléma és gondolkozás nélkül vándorolni, de nem engedték meg, mert féltek tőlük, és megtámadták őket. Majd ugyanezt tette Básán népe is, de Izrael mindegyiket legyőzte, területeiket pedig elfoglalta. És folyamatosan haladva, közben egyre nyilván tábort verve, de folyamatos mozgásban haladva, a mai Jordánia területén tartottak már. Tehát, hogyha valaki ezt így elképzeli, hogy földrajzilag, hogy hol vagyunk, tehát ez a Holt-tengertől keletre eső terület, tehát ez a mai Jordánia területe, és itt haladtak, és egyre jobban terjeszkedtek. És ezt a terjeszkedést látva Moab népe, aki szintén errefelé élt, ez a nép, ők nagyon megrettentek, és azt látták, hogy itt sorra győzik le a szomszédos népeket, itt jön egy hatalmas nép, ez mindent itt elfoglal, velünk mi lesz, és teljesen bepánikoltak. És abszolút jogos volt az ő félelmük, és logikus, csak éppen azt nem tudták, hogy teljesen alaptalan, vagy teljesen fölösleges volt ez a félelem. És miért? Mert az Úr kimondottan felhívta Izraelnek a figyelmét, hogy ne támadják meg Moábot, mert az ő földjüket nem akarta nekik adni. De ezt nyilván Moáb király nem tudta, hát ezért az egész történet kvázi meg se történt volna, ha ezt tudják. De nem tudták. És innentől kezdve a mai tanításban egy rövid időre ezt a fókuszt, vagy a filmes hasonlatra éve ezt a kameraképet, ami eddig tényleg Izrael népén volt, és Izraelt vettük és közvetítettük. Tehát ez a kamerakép így átzoomol egy mellékszálra. Egy véletlenül így alakult kis mellékszálra. És hogy ki is lehet ez a mellékszál? Annyit segítek, hogy ez a történet,
Nek van egy nagyon vicces része, vagy egy ilyen kis mesébe illő, mesebeli része, ami miatt szerintem sok gyereknek, vagy gyerek tanítónak akár az egyik kedvenc története lehet. De ugyanakkor nyilván egy nagyon komoly üzenetet hordoz ez a történet magába. Na most melyik is ez a rész? Ki lett ez a mellékszál? Nem tudom, hogy hányan tudjátok, vagy gondoljátok. Tehát annyit segítek benne, hogy van benne egy állat, egy furcsa képességgel. Tippeket? Nem tudom. Nagyon jó. Még annyit akartam volna segíteni, hogy Shreknek a négylábú barátja, ki volt ő? Igen, a beszélő szamár. Na, bár ebben a történetben az a csoda, hogy a szamár beszél, míg a Shrekben ugye az volt a csoda, amikor a szamár elhallgatott. Tehát ez ennyi különbség. Ahogy olvasok ezt a történetet, mekkora már, hogy a Bibliában ilyen sztorik vannak, hogy beszélő szamár, nem tudom, és mondja valaki, hogy a Biblia egy unalmas könyv, ugye? Tehát ez félelmetes. Na, szóval akkor térjünk rá erre a bizonyos történetre. Tehát Moáb királya, ugye ez a nép, aki megrettent a közeledő Izrael láttán, tehát Moáb királya Bálák volt, ő Cippor fia. És teljesen bepánikolt, amikor hallotta ezeket a híreket, ugye jön egy hatalmas nép, akiket maga Isten hozott ki Egyiptomból, és Isten vezet, és védelmez, és vezérel, és senki nem állhatja útjukat. Hát tudta, hogy szimplán katonai erővel nem lesz képes feltartóztatni, tehát normál fizikai hadviselésre nem győzhet ellenük, ezért más megoldáshoz folyamodott. Na és mi volt ez a más megoldás, vagy ki volt ez a más megoldás? Ezt a történetet fogjuk ma tanulmányozni, ez a 4 Mózes 22, hogyha esetleg szeretnétek követni, Bibliában, vagy applikációban, vagy bárhogy. Tehát a 4 Mózes 22-ben leszünk, az a történet egyébként a 4 Mózes 22-től a 24-ig tart, ez kicsit zanzásítom, mert nagyon hosszú lenne, hogyha ezt az egészet így fel akarnánk olvasni. Na szóval a 4 Mózes 22 és az 5-ös verstől kezdem el olvasni. Követeket küldött Bálámhoz, mármint Bálák, Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett lévő Petorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozz meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Na, itt előkerül Bálám, és igazándiból Bálámról nem sokat tudunk. Nem ismerjük az előzményeit, az előéletét, de azt látjuk, hogy bizony megtalálták néha ilyen különleges melóval, ilyen fizetős munkákkal. Hát ma nem is tudom, hogy hívnánk, vagy hogy titulálnánk Bálámnak a feladatkörét, vagy a foglalkozását, ilyen szabadúszó proféta, nem tudom, lehet ilyet mondani. Tehát ő egy ilyen szabadúszó proféta volt, akit megtalálták ilyen pénzes melókkal, és Bálák nyilván ismerte, és jó híre lehetett, mert igen, messzire küldetett érte, és egy kisebb vagyont kínált fel neki a szolgálataiért. És amit még látunk a történetből, hogy Bálám, bár nem tudjuk, hogy honnan, vagy hogy hogyan, de valóban ismerte az igaz Istent, tehát ismerte Izrael Istenét. Ez nagy dolog, ez nagy kincs. És Bálák ugye azt akarta, hogy Bálám megátkozza Izraelt, mert látta, hogy tehát fizikailag csatában nem tudna másként győzni, csak hogyha szellemileg valahogy meggyengít őket. Tehát le kell szakítani őket az erőknek a forrásáról, ugye ez volt Báláknak az elképzelése. És olvassuk tovább a történetet. Elmentek tehát Moáb és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, és elmondták neki Bálák üzenetét. Ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ezért ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és megkérdezte tőle, miféle férfiak vannak itt nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cippor fia, Moáb királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és verd meg rontással a kedvemért. Talán akkor meg tudok vele küzdeni, és el tudom űzni. Isten azonban ezt mondta Bálámnak. Ne menj el velük, ne átkozz meg ezt a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza hazátokban, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Mi az, amire elsőre fölkaptam a fejemet? Az, hogy náluk volt a varázslás díja. Ez ilyen durván hangzik, és
Igazándiból belegondolva, hogy ha Isten erejét, a tőle kapott ajándékét valaki pénzért árul bocsájtja, akkor az már tényleg a varázslás kategória. Hogy ez egyértelműen Isten szándéka és Isten akarata ellen megy. Ugye az abcselben olvastunk egy hasonló történetet, ugye, amikor Samáriában kezdték hirdetni az igét, és sorra tértek meg az emberek, de szent lelket még nem kaptak, ezért Péter és János ugye átment Samáriába, és ők rátették a megtértekre a kezüket, és kapták a Szent Szellem ajándékát. És ott volt egy Simon nevű mágus, aki elvileg ő is megtért, de azért még benne maradt ebbe a furcsa gondolkozásba, és ő pénzt ajánlott ezért, hogy kapja ezt a hatalmat. És lássuk, hogy Péter hogy reagált. Azt mondta neki Péter, hogy vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzzel megszerezheted az Isten ajándékát. Tehát Péter az látta, hogy vélekedik az Úr erről az egész dologról, hogy az ő ajándékait nem lehet pénzért megvenni, és pénzért áruba bocsájtani. És hogyha ilyet látunk, akkor legyen bölcsességünk, hogy ezt hogy kezeljük, hogy ez ténylegesen Isten akarata ellen megy. Na már most, tehát Péter tudta, hogy kell ilyen dologra reagálni, Bálám tudta-e? Tehát, hogyha egy valódi próféta egy ilyen kéréssel keresik meg, akkor mi lett volna az elsődleges, és mi lett volna így a kapásból jövő válasza? Hát az, hogy azzal a lendülettel kirúgja őket, mint Ronaldo a 11-est, de ugye nem ezt tette. A pénz azért felkeltette az érdeklődését. Azt mondta, hogy még ma estére maradjatok itt, hát ha mond Isten valamit erről. Persze nem mondta, vagy nem azt mondta, amit ő várt. A követeknek végül nemet mondott, de a válasz inkább úgy hangzott, hogy hát én bizony nagyon szeretnék menni, mert azért nagyon jó hangzott az a nagy összeg, de hát Isten nem engedi. Na mi történt ezután? Ezután Bálák, tehát a király, még több és még tekintélyesebb vezetőt küldött Bálámhoz, és még hatalmasabb vagyont ajánlott a szolgálataiért cserébe. Akiknek szintén nem mondott kapásból nemet, hanem őket is elszállásolta éjszakára. A 19-es verstől azt olvassuk, hogy te csak maradjatok itt ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit mondani nekem az Úr. Imádkozom még ezzel kapcsolatban, várjatok. Ez van olyan lelkinek tűnik, igaz? Megkérdezem, mi az Úr akarata. Közben annyira testi motivációk, annyira pénz izgatta az ő fantáziáját. És lássuk, hogy mi történik. Azt olvassuk, hogy éjjel eljött Isten Bálámhoz, és ezt mondta neki. Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük. De csak azt teheted, amit én mondok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, fölnyelegelte a szamarát, és elment Moab vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amiért Bálám elment. Szinte elképzelem Bálámot, hogy milyen letört és ilyen szomorkás volt az első alkalom, amikor nemet kellett mondani erre a jó kis ajánlatra. Isten ugye egyértelműen nemet mondott. És most pedig szinte így földerülve és vidáman, juhely, csak meggyőztem én az Istent, és akkor azt mondta, hogy mehetek, és ilyen ezzel az izgatottsággal most igent mondott nekik, és elindult velük. És furcsa ez a történet, mert mit látunk az, hogy Isten tényleg megváltoztatta volna az akaratát? Először nemet mondott, aztán meg azt mondta, hogy elmehet. Valójában nem, tehát Isten egyértelműen kijelentette az akaratát Bálámnak, de ő azt elutasította. És Isten csak megengedte, hogy akkor kövesse a szívének a gonosz vágyát. És néhány azt gondolhatjuk, hogy hát ez igazságtalan. Tehát Isten először azt mondta, hogy nem, de aztán utána megengedte neki, és mégis mérges lett. Hát ez most így jogos, vagy igazságos? Hogy mondjak nektek egy példát? Képzeljétek el egy ifjú házaspárt, aki tényleg szeretik egymást, és közeledik az első házassági évfordulójuk. Hát nyilván az milyen nagy dolog, és eltervezik, hogy elmennek egy nagyon jó kis étterembe, gyertyafényes, romantikus vacsorára, milyen program, utána meg mi egymás gyerekek mamánál, vagy még nincsenek is gyerekek, és lehet ünnepelgetni tovább. És közeleg ez a szép kis este, készülődnek, szépen felöltöznek, amikor csöngetnek, és jönnek a srácnak a haverjai. Ma van a BL döntő, gyere velünk meccset nézni. És akkor mit kellett volna, tehát mit mond egy
egy jó férj ilyenkor mi a helyes válasz? Ez, hogy sorry, hát nekem programom van, meg a feleségem az első, igaz? Na, de hát ezzel szemben ez az ifjú titán mit csinál? Hát gyertek be a nappaliba, megkérdezzük az asszonyt, mit szól hozzá. Behívja, megkérdezi szegény asszony, az, hát ez kicsit fő a háborodva, meg mérges, meg szomorú, de hát hogy ez már mikor elterveztük meg, ez mennyire fontos, és remélem nem csak nekem fontos, és hát nemet mond. És ő azt mondja, hogy hát bocs fiúk, de hát az asszony nem engedi. És elküldi őket. Telik múlik az idő, következik a feleségnek a születésnapja. Ó, megint eltervezik, hogy ezt megünnepeljük, hát szívecském ez a nagyon, ez a te napod. És készülődnek az alkalomra, tényleg megint csöngetnek. Jönnek a haverok, hát figyelj, ma van az EB döntő, hát muszáj velünk jönnöd. Na, első alkalomból tanulva mit kellett volna mondani ennek a delikvensnek? Azt, hogy fiúk, nem, ez nem így működik. De mi történik ismét? Gyertek be, üljetek le itt a nappaliba, megkérdezzük az asszonyt. Bemennek, leülteti őket, és a feleség mit mond? Azt mondja, jó, akkor menj el velük. És most hozzátok szóló gyakorló férj, testvéreim, mit jelentett ez a jó, menj el velük? Tippeket várok. Azt, hogy meg nem erészelt. Jó, tehát ez egyértelmű nem volt. Mit mond a lelki ismereted? Azt, hogy ne legyél szamár. Ez nemet jelentett. Egyértelmű nemet jelentett. Ő szeret téged, és veled szeretne lenni. És szomorú lenne, hogyha elmennél. Tudjátok, nekünk van egy szerető Istenünk, aki féltékenyen szeret minket. És ez nem csak egy költői túlzás, hanem a Bibliában több mint 30-szor hangzik el, és ez az Úr szájából hangzik el, hogy én egy féltékenyen szerető Isten vagyok. Ne kövessetek más isteneket, mert én egy féltékenyen szerető Isten vagyok. És ezt ő sokszor és nyíltan kimondta magáról. És miféle Isten mond olyanokat, hogy ő egy féltékeny Isten? Hát az, aki szeret. Aki valójában szeret. A féltékenység az elkötelezett kapcsolatnak a jellemzője. Hogyha a féltékenység hiányzik egy kapcsolatból, akkor valószínű, hogy az igaz szerelem is hiányzik. És hogyha szereted a feleségedet, vagy szereted a férjedet, akkor biztos tudod, hogy mi ez a féltékeny szeretet. Ezt ne is tagadjuk. És most nyilván nem a gyanúsítgató, meg bizalmatlan, meg az ilyen beteges féltékenységről beszélek, de hogyha valakit szeretsz, akkor óvod, félted, a legjobbat akarod neki, és örülsz, hogyha együtt vagytok, akkor vagy boldog, hogyha vele időt tudsz tölteni. És hogyha valakit szeretsz, akkor ő lesz neked a legfontosabb, és akkor vagy igazán boldog, hogyha ő is az ő számára, meg te vagy a legfontosabb. Vajon velünk sosem fordult elő olyan, hogy valamit nagyon szeretnénk, és annyira, hogy ezért semmibe veszük akár Isten akaratát, és nemet mondunk erre a féltékeny szeretetre. Jelez a lelki ismeretünk, lehet, hogy még Isten szava is szól, hogy ne tedd, mert én ezt nem szeretném, hogy ez közéd és közém áll, hogy ez nem a jó irány, és mégis elindulsz. A pénz az egy nagy kísértés a mai világban, vagy a mai világban is, mert nyilván ez már régóta nagy kísértés. Ez nem egy új keletű dolog. És Bálámhoz hasonlóan sokakat a pénz vakít el. Ugyanis nagy a csábereje. És lehet, hogy becsületes munkával akarsz sok pénzt keresni, mert nyilván meg kell élni valamiből, meg az igények egyre csak nőnek, és nyilván azt fedezni kell valamiből. Szóval kell a pénz, kell a sok pénz, ugye? Hát ebből élünk, pénzből élünk. Vagy ha nem is megy teljesen becsületes úton, de mondhatod, hogy hát semmi illegálisat nem kérte csinálni, csak elég elfordulni, vagy kicsit megalkudónak lenni. Vagy nyilván lehet ezt durvítani és tovább fokozni, és akkor mindenre van az a magyarázat, hogy van az a pénz. Ugye ezt ismerjük. Az egész világ így működik, mondhatod. De Isten szerint nem. Nem ez a helyes irány. A Júdás 11-ben azt olvassuk, hogy mivel kívánták a pénzt, tehát ezek a vak, balga emberek, mivel kívánták a pénzt, Bálám rossz útját választották.
Tehát Bálámnak ez az esete, ez annyira benne égett az embereknek a köztudatában, hogy ő vele példálóztak. Tehát ezt mondták, hogy Bálám rossz útját választották. Tehát hogyha ezt Bálám rossz útját választották, akkor ez egy választás? Tehát mondhatunk igent, és mondhatunk nemet. Ez rajtunk áll. Hogyha a pénzt teszed a szívedben az első helyre, arra a helyre, ami valójában Istent illeti, akkor az olyan, mintha azt mondanád a szerelmednek, hogy figyelj, te most már nem az első vagy, hanem a második, vagy a harmadik, vagy a negyedik, vagy a nem tudom, sokadik, mert én mást szeretek, én mást fontosabbnak tartok. Figyelj, Isten is választott, és hogy téged választott, ő minket választott. Nem véletlenül élünk. Azért, mert Isten igent mondott ránk, és azzal bizonyította, hogy szeret. Azzal bizonyította, hogy mi vagyunk neki a legfontosabbak, hogy a saját fiát adta. Érted és értem. Jézus az életét adta. És azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Válaszd ezt az utat, a jó utat, amely az életre visz. Bálám nem ezt az utat választotta. És persze a pénz az csak egy dolog. Lehet, hogy nem mindenkinek a pénz a gyengé. Lehet, hogy nem mindenkinek a pénz az a kísértés, ami szeretne úgy beférkőzni az első helyre a szívében. Van egy csomó dolog, ami csábít minket. Egy csomó dolog, ami azt akarja, hogy arra az útra lépjünk. És a csábítás az valójában egy jó szó, mert ez csábít, ez folyamatosan csábít minket, minden egyéb dolog. Csábítja a szívünket, hogy az ne az Istené legyen. Vagy ne teljesen az Istené legyen. Neked mi az a csábítás? Mi a te gyengéd? Mi kelti azt az illúziót, hogy annak kell a legfontosabbnak lenni, annak kell a szívedben az első helyre kerülnie? És ez lehet, hogy nem a pénz, lehet, hogy egy munkahelyi pozíció, vagy egy társadalmi szerep, vagy a vállalkozásod, vagy az annyira fontos, vagy a háztartásod, vagy a gyerekeid. Bármi, amit Isten elé helyezel. És ne felejtjétek el, hogy ez a mi választásunk. És lehet, hogy naponta kell bizony döntenünk. Lehet, hogy naponta kell választanunk, hogy jó út vagy rossz út. Na de mi történt Bálámmal? Ugye azt látjuk, hogy az Úr meghalagudott, és Bálám pedig elindult. Vagy Bálám elindult, és ezért az Úr megharagudott. És azt látjuk, hogy az Úr angyala kivont karddal a kezében háromszor is útját állt a Szamárháton utazó Bálámnak. És ezen gondolkoztam, hogy mi lehet ez, vagy mit jelenthet ez, amikor Isten angyala kivont karddal a kezében utadat állja. És azt értettem meg, hogy ez valójában a bármilyen brutálisan néz ki, és ilyen támadólag tűnik ez így fellépni, de ez valójában a kegyelem. Ez Isten szeretetének a jele. Amikor elindulsz egy rossz úton, de ő még akkor is utánad megy, és megpróbál megállítani. Megpróbál megakadályozni, hogy ne rohanja vesztetbe. De Bálám nem látta ezt az isteni lényt, aki megpróbálta őt feltartóztatni, csak a Szamár. És kétszer kikerült, azt olvasok a történetben, ezt most nem olvasom fel nektek, de elmondom szóba, hogy, vagy így összefoglalva. Tehát a Szamár az kétszer kitért ezelől az isteni lény elől. És persze mind a kétszer jó verés kapott, mert Bálám úgy gondolta, hogy ez engedetlenség az ő részéről. És harmadszor pedig, amikor az Úr angyala olyan szűk helyen állt el az útját, hogy nem tudott már a Szamár se jobbra, se balra kerülni, akkor megállt, és lefeküdt. És akkor Bálámnak még jobban elgurult a gyógyszer, még jobban megverte szegény Szamarat. De ő miért nem látta? Ő miért nem látta az Úrnak az angyalát? Azért, mert vak volt. Mert vak volt. Ugye többször fejlett ez a szerelmes vonal. És meg ezzel példáloztam, hogy jobban megértsük. És ha valaki szerelmes, ugye mondják a szerelme is, hogy a szerelem az vak. Ugye? Miért? Miért vak a szerelem? Mert olyankor nem tudsz másra gondolni, nem látsz más, csak őt, és teljesen vak vagy, ugye? És mert ő a legfontosabb a számodra. De mi volt Bálám számára a legfontosabb? Mi volt az, ami őt így megvakította, vagy elhomályosította a látását? Ezt nem is tudom, mivel tudnám nektek szemléltetni. Itt van valami. Bálámot elvakította a pénz. Én sem látok egyébként semmit ebbe az alkotásba.
Szóval Bálámot a pénz vakította el. Neki ez volt a legfontosabb. És mi történt azután? Ezt olvassuk a 28-as verstől, de az Úr beszédre nyitotta a szamár száját, és az így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy háromszor is megvertél engem? Bálám így felelt a szamárnak, mert csúfot üztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak. A te szamarad vagyok, rajtam utazol régtől fogva mindmáig. Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám azt felelte, nem. Nem tudom, megvan-e, ha már följött a beszélő szamár és a Shrek meséje, megvan-e az a rész, amikor a Farquaad nagyúr katonái gyűjtik be ezeket a mesebeli lényeket, ez a Shrek 1-ben volt, gyűjtik be a mesebeli lényeket, és hozzák a szamarat is, hogy egy beszélő szamár. Persze ott kussolt, tehát meg se szólalt. És akkor viszont egy ilyen kis tündérpor valahogy ráesett, és ő elkezdett röpülni, már azt hitte, hogy ő megúszta, és akkor elkezdett beszélni, hogy most már repülő, beszélő szamár vagyok. És akkor mindenki mondta, hogy nézzetek, tud repülni. És a katonának az meg leesett a tantusz, hogy tud beszélni. Ugye? És itt mit látunk? Tehát ez kicsit vicces ez a jelenet, hogy megszól egy szamár emberi hangon. Kicsit ilyen szürreális. És az a durva, hogy ez a Bálám meg se lepődött rajta. Mi lett volna erre a jó reagáció, hogy hé, te tudsz beszélni? Ácsi, itt valami nem oké, és valami nem kóser. Ez egy jel, tehát amit Bálámnak észre kellett volna vennie, amit adott esetben nekünk is észre kell vennünk, hogy valami változás, valami jel került az életünkbe. Szóval, hogyha egy beszélő szamárral találkoztok, akkor tudjátok, hogy ez egy nyilván nem biztos, hogy ez előfordul, nem biztos, hogy egy beszélő szamár lesz az, de lehet, hogy az Úr állott kivont karddal előttünk. És ne bántsuk azt, aki esetleg segíteni akar nekünk ezt észrevenni, aki esetleg helyre akar minket igazítani. Ne verjük el úgy, mint Bálám ezt a szegény szamarat. És Bálám annyira vak volt, és annyira mérges, hogy így ez a szemüveggel a szemén, elkezdett a szamárral vitatkozni. És tudjátok, hogy milyen legdurvább? Hogy még a vitában is alul maradt. Egy szamárral szemben. Hát ez a szamár éppen csak azt nem mondta, vagy ez a csacsi épp csak azt nem mondta, hogy te szamár. Mármint Bálámra. Szóval alul maradt még a vitában is. Ez a vak Bálám. Azt olvassuk a 31-es verstől, hogy ekkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott áll az úton, kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt, és arca borult. Az Úr angyal ezt mondta neki, miért verted meg a szamarat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert ellenemre való ez az út. Ha azt mondom, hogy arcra borulás, akkor milyen értelemben gondolunk még erre? Hát esetleg úgy, hogy pofára esés. Nem? Tehát ez is lehet egy ilyen szlenges értelme. Amikor a Bibliában azt olvasok, hogy valaki arcra borul, akkor az a szó szerint történik. És ebben az esetben viszont mindkét esetben megtörtént, tehát szó szerint is, és átvitt értelemben is. Tehát ez Bálámnak egy nagy pofára esése volt. És amit még szeretnék, hogy észrevegyünk, hogy nézzük meg egy kicsit jobban, hogy ki volt ez az Úr angyala, aki feltartóztatta Bálámot a rossz útján. Ki volt ez a csodálatos isteni lény, aki karddal kivont karddal a kezében elé állt, és ő pedig arcra borult előtte. Ki az, aki azt mondja, hogy azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert ellenemre való ez az út. Nem azt mondta, hogy az Úr ellenére való, hanem azt mondta, hogy ellenemre való ez az út. Más fordításban azt olvassuk, hogy látod, én magam jöttem ki eléd, hogy megállítsalak, mert rossz úton jársz. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az út ellenemre való, ez az út rossz, ez az út nem az én utam. Ez az út nem az életbe visz. Ő itt bizony Krisztus. Gondoltátok volna, hogy találkozni fogunk ebben a történetben is Krisztussal? Ő ugyanaz a Krisztus, akivel Ábrahám is találkozott az 1 Mózes 17-ben, vagy akivel Mózes találkozott a 2 Mózes 3-ban, az égő csipkabokorban, aki úgy mutatkozott be, hogy vagyok. Vagy akivel Józsué is találkozott a Józsué 5-ben, és neki úgy mutatkozott be, hogy az Úr seregének a vezére vagyok. Vagy ugyanaz a Krisztus, akivel már NBA-lakban
mikor itt a Földön járt, Péter is találkozott. Ugye először a csodálatos halfogásakor. És ők mind Jézussal találkoztak, és földre estek előtte. De mondhatom még Pált is a damaszkuszi úton, vagy Jánost, aki Patmos szigetén találkozott a megdicsőült Krisztussal. Mind földre borultak. Amikor Jézus megjelenik dicsőségben, ott senki nem marad állva. Ott a térdek berogynak, és arcaborulás van. Gondolkoztam, hogy bemutatom, mennyire ilyen teátrális lett volna. Nem, ezt most nem. De gondoljátok el. Ott nem marad stabilan a láb. Ott összerogyunk Isten dicsősége előtt. És akiket felsoroltam, azoknak a földre borulása az egy imádat volt. Bálánnak viszont még a teljes megszégyenülés is. Pál leírja, hogy eljön az a nap, amikor mindenki, az egész világ le fog borulni Krisztus előtt. Az is, aki hisz benne, és az is, aki nem hisz benne. Az is, aki még él, és az is, aki már nem él. Azt írja, hogy a Filippi 2-ben van ez megírva. Fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Pál a 2. Tesszalonika 1-ben kifejti, hogy ha ismered és szereted őt, és az ő útján jársz, akkor ez egy örömteli, boldog leborulás lesz az Úrunk előtt, akit csodálni fogunk és dicsőíteni. Ha viszont nemet mondasz rá a lelki ismeretedben, nemet mondasz az ő szavára, nemet mondasz akkor, amikor ő kivont karddal megáll előtted, hogy feltartóztasson, és nemet mondasz rá gőgösen egész életedben, akkor ez egy másfajta, az egy fájdalmas leborulás lesz. És ez nem ijesztgetés akar lenni, sőt remélem, hogy ez kicsit így ösztönöz, hogy akarjuk Jézus megismerni, akarjunk róla minél többet tudni, akarjuk őt meglátni, és fogadjuk el az ő megváltását és szabadítását, hogy mondjunk igent az ő szeretetére. És akkor az arcraborulás nem a vége lesz a történetnek, hanem valami hasonlót élhetünk át, mint a János átélt a jelenésekben. A jelenések egyben ezt írja, hogy amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És Jézus szájából annyira csodálatos ez a ne félj. És hogyha te is szeretnéd ezt megtapasztalni, átélni, amikor Jézus rád teszi a kezét, amikor te földön fekszel előtte, és azt mondja, hogy ne félj, barátom, állj fel. Hogyha szeretnéd átélni, akkor mondj igent rá. Akkor mondj rá igent még ma. És a történet folytatásában az Úr azt mondta Bálámnak, hogy most már menj el a küldöttekkel, de én fogom a szádba adni, amit mondanod kell. És így is lett. Bálák, ugye aki felbírette Bálámot, örömébe elész, sietett, és már alig várta, hogy jöjjön már az átok végre. És de nyilván tudjuk a történet folytatásában, hogy nem az átok következett. Azt olvassuk, hogy felmentek egy hegyre, egy magas hegyre, ahonnan rá lehetett látni Izrael népére, aki ott lenne a síkságon, mint egy hatalmas tömeg ott hömpölygött. És olvassuk, hogy 7 oltárt építettek, és feláldoztak rajta 7 marhát és 7 kost, és várták, hogy akkor szóljon az átok. De Bálám szájából áldás hangzott el. Na, gondolták, akkor biztos a helyen van baj. Tehát akkor gyerünk egy másik hegyre, fölmentek egy másik magaslatra, onnan is ránéztek Izrael népére, megint ugyanaz a procedúra, 7 oltár, 7 marha, 7 kos, szóljon az átok. De Bálám szájából ismét az áldás szállt. És Bálák már egyre mérgesebb. Akkor gyerünk egy harmadik hegyre. Egy harmadik helyen biztos működni fog. És átmentek egy harmadik hegyre, ugyanezt végigcsinálták. És Isten lelke olyan szinten betöltötte Bálámot, hogy egy még hatalmasabb áldás szállt Izraelre. Sőt, grátisban még egy csodálatos proféciát is szólt, ami abszolút Jézusra mutatott. Ezt olvassuk.
a 4 Mózes 24-ből, hogy látom őt, de nem most. Szemlélem, bár nincs közel. Csillag jön fel Jákobból, jogar támad Izraelből. Még egy ilyen csodálatos proféció is elhangzott Bálám szájából. De aztán utána persze megszégyenülve és fizetség nélkül hazazavarták, mert hát nem ugye azt teljesítette, amire föl lett bérelve. És így történt ez a Bálámnak a sztoria. De mi történt itt valójában? Mi történt itt valójában? Ugye, hogy Bálám jött és próbált átkot szólni, de nem tudta, csak azt, amit Isten a szájába adott. Isten, itt valójában Isten kommunikált Bálámon keresztül. Ő nem tudott mást mondani, csak amit Istentől kapott, amit Isten szólt rajta. Ez olyan, mint egy rádió vagy tévésen tud akármit közvetíteni, vagy akármit adni, csak azt az adást, amit sugároznak. És ilyen volt Bálám, átment egy egyszerű ilyen jeladóba, vagy adóvevőbe, vagy nem, vannak itt ilyen kommunikációs technikai emberek, akik jobban tudják. Tehát egy kvázi ilyen walkie-talkie-ba átszólt, és azt szólta, amit Isten akart közvetíteni rajta keresztül. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, ha már ez a távkommunikáció elhangzott, ez a távkommunikációs példa. Nem tudom, mennyien tudjátok, hogy a távkommunikáció úttörője, akit úgy hívtak, hogy Samuel Morse, vagy Morse, ugye magyarosabban Morzénak hívjuk, ő volt ugye a távírónak a feltalálója. És a legelső táviratát, amikor 1844. május 24-én, utána néztem, nem fejből, hogy én okos, tehát 1844. május 24-én reggel 8 óra 45 perckor küldte el Washingtonból Baltimore-ba az üzenetét. Tudjátok, hogy mi volt a szövege? Egy passzus Bálámnak az áldásából. Egy rész ebből. Az a mondat, hogy mit mívelt Isten. Ez nyilván a King James fordításban másként hangzott, de ez a Károliban így szól. Ez egy részlet valójában a 4 Mózes 23-23-ból. Egy részlet Bálámon keresztül közvetített áldásból. És ezt olvassuk még fel. És ez lesz a záró gondolatom. A gondoljátok, dicsőítő csapat, lassan közbe feljöhettek. Tehát 4 Mózes 23, a 18-as verstől így szól. Kelj fel, Bálák, és figyelj, hallgass most rám, Cippor fia. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, és ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Istene, az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bivaj szarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ugye ez az utolsó mondat hangzott úgy, hogy mit tett az Isten, vagy mit mívelt az Isten, ugye a régies fordítás szerint. Mit tett Isten? Mit tesz Isten? Mit tesz Isten mindmáig? Mi Istennek a legnagyobb munkája? Mi Istennek a legkedvesebb munkája? Isten a legnagyszerűbb munkája az egy nép. Az egy nagy család. Akiket elhívott, akiket megváltott, akiket megmentett, és akiket megáldott. És ezt mind a mai napig teszi. Akiket elhív, akiket megment, és akiket megáld. Hogy ki Istennek a nagy munkája? Nézd bele a tükörbe. Te vagy. És te vagy, és te vagy, és te vagy. Ha Krisztushoz tartozol, akkor tagja vagy ennek a nagy családnak, ennek a népnek, aki nem fog semmiféle átok. Te már örökre biztonságban vagy. Azt írja, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít. Ő nem bán meg semmit. Ő nem mond olyat, amit később megbánna. Nem ígér olyat, amit ne vinne véghez. És lehet, hogy mi teszünk olyat, amit megbánunk, mondunk olyat, vagy ígérünk olyat, amit nem teljesítünk. De ő nem ilyen. Azt írja, hogy nem ember az Isten. És ő valójában annyira komolyan veszi az ígéreteit, hogy ő, aki nem ember, emberré lett, hogy meghaljon értünk. És erre fogunk emlékezni most az úrvacsorában. A kenyérben és a borban. Arra az Istenre fogunk gondolni, aki
aki nem ígér olyat, amit ne tartana meg. És arra az Istenre, aki nem ember, de mégis emberré lett, hogy magára tudja venni azokat a bűnöket, amiket mi követtünk el, és meghalljon értünk. És Jézus miatt mi már biztonságban vagyunk, örökre Isten szeretetében élünk. És örök és teljes életünk van. És ebben bátorodjunk fel, és ebben örvendezzünk. És bátran valljuk meg mi is Pál apostol szavaival. Ez a Róma 8-ból, engedjétek még meg, hogy felolvassam. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki a tulajdon fiát nem kimélte, mindannyiunkért adatta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kiválaszthatna el minket Krisztus szeretetétől nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Drága Úr Jézus, itt állunk most előtted, és köszönjük, hogy szólt ez az áldás, hogy megismertük azt, hogy a te nagy tetted, a te nagy cselekedeted, az nem egy csodálatos természeti képződmény, vagy az univerzumnak a csodálatos titkai, hanem azok mi vagyunk. Azok az emberek a legfontosabbak számodra, akiket annyira szerettél, hogy eljöttél értünk meghalni. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus. Köszönjük azt, hogy megismerhettük a te megváltásodat. Köszönöm, hogy te voltál az, aki eljöttél, aki elhívtál minket, aki megáldottál, aki megváltottál, és aki nap mint nap velünk vagy. Köszönjük azt, hogy leborulhatunk a te lábad elé, és dicsőíthetünk és imádhatunk téged. De olyan jó, hogy ez a leborulás, ezt azt követi, hogy te felemelsz minket. Azért imádkozom, Uram, hogy minél többen így tudjanak leborulni eléd, és nem majd az utolsó napon, kényszerűségből, és akik nem lesznek utána felemelve. Úr Jézus, azért imádkozom, hogy minél többen megismerjék a te csodálatos megváltásodat, a te csodálatos kegyelmedet, és akarjunk mi is napról napra jobban megismerni téged. Kérlek, helyezd egy tüzet a szívünkbe, és egy vágyat. És olyan jó, hogy amikor mi közelítünk feléd, akkor te kétszer annyit, te sokszor annyit teszel meg felénk. Uram, csak köszönöm azt, hogy itt vagy, köszönöm, hogy ismerhetünk, és köszönöm, hogy egy örök életet adtál nekünk. Amen.